Azért alakítottuk át a régi salakos pályát rekordtárnál, mert egyrészt az idők szava ezt igényli, és nem csak az idők szava, hanem az ezt használók is, és egyre több sporttudományi hallgató van az egyetemen, egyre több testnevelési tárgyat teljesítő hallgató van, és a szabadidősport is nagyon fejlődik, nem csak a hallgatók, hanem a dolgozók körében is. Tehát az egy pályánk, ami a Dóczy utcai sportkampuszon megvolt, már kevés volt, túlterhelt volt, ezt is nagyon használták, úgyhogy sok évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy ha lehetőségünk nyílik rá, akkor ezt is át fogjuk alakítani. Ez a lehetőség már több mint 2,5 éve eljött, de aztán elég hosszúra nyúlt a Covid és egyebek miatt ez a kivitelezési időszak, de végül is köszönjük a kivitelezőnek, a kollégáknak, hogy ezt a szép napot itt megérhettük, és még a nap is süt. A Debreceni Egyetemen most jelenleg nagyjából 1000 fő van, aki sportképzési területen kapcsolódó társadalomtudomány területeken hallgat. Tehát ez a sportszakos hallgatóknak a képzési helye is, egyik képzési helye is. Nyilvánvalóan az oktatás mellett kutatási tevékenységet is végzünk, tehát bármilyen furcsa, de például egy ilyen atlétika pálya, egy műanyag rekordtán futópálya, az nem csak sporttér, hanem tudományos tér is. Fél évente több mint 5500 hallgatónak biztosítjuk az egyetemi testnevelést. Nagyjából 5000 hallgató van, aki az Egyetemi Életmódfejlesztési Klub tagságnak a tagja. Ha hozzáveszünk a DEAC-ot is, mint kiemelt vidéki sportegyesületet és az egyetem szerves részét, ahol szintén 3000 fölötti igazolt sportoló számról beszélünk, és megnézzük a sportiroda és a DEAC szabadidős sportszakosztálya, sőt a HÖK által szervezett egyéb programokat, ami mind sporthoz kapcsolódik, akkor a sportszakos hallgatókon kívül a 20000 mínusz sportszakos hallgatók, akkor kijön az a létszám, akiknek lesz lehetőség lesz használni. És van egy harmadik kör, aminek nekünk meg kell felelni, társadalmi szerepvállalás, társadalmi felelősségvállalás, okán is, gyanánt is, mert egy egyetemnek az alapfeladata, az pedig az egyetem falain kívülről érkezők, a városi lakosság. És azt szeretnénk, hogy ők is nyilván bizonyos feltételekkel, bizonyos körülmények között, bizonyos idősávban, de szabadon tudják használni ezeket a sporttereket. Hála jó Istennek, évről évre egyre több sportszakos hallgatónk van, akik betekintést kell, hogy nyerjenek a különböző sportágak szervezési kérdéseibe. Ezt úgy tudják a legjobban megtenni, ha ezeket a sportágakat ki is tudják próbálni. Pont az első éves hallgatóknak van atlétika gyakorlatuk, amelyet az idén 4 csoport keretében tudunk megtartani, úgyhogy mi biztosan alaposan ki fogjuk használni ezt a sportpályát.